Lehet, hogy vasárnap elérkezünk az utolsó óraátállításhoz, mivel az Európai Parlament a tavaszi és őszi időszámítás eltörlését szorgalmazza. A jelenlegi helyzet azonban még normál menetrendben zajlik, ami azt jelenti, visszakapjuk a tavasszal elvesztett egy órát, amelyet így mindenki pihenéssel tölthet hajnali 2 és 3 óra között. Az óraátállítás sokakat megvisel, de bizonyos káros hatásait ki lehet küszöbölni, ha időben elkezdjük magunkat hozzászoktatni az új időszámításhoz. Az óraátállítás tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint egy jetlag, ugye amikor több időzónán át repülünk, és ahova megérkezünk, ott ugye más egy kicsit az időszámítás. Persze nem olyan nagyon nagy mértékben, de gyakorlatilag a hatása ugyanez a testünkre, tehát kellhet akár egy-két hét arra, hogy mondjuk átálljon az ember, és hát az időseket, meg a kisgyerekeket, kisbabákat azért van, hogy jobban meg is viseli ez az átállás. Minden emberi szervezet működését a saját belső órája határozza meg. Ettől függ a napi ritmus, ez szabályozza a biológiai funkciókat, amelyek számos változást mutatnak. De mi történik, ha megszűnik az összhang a belső és külső óra között? Erre a kérdésre Kalmás Szandra alvásszakértő válaszol. Egy óra különbség, ugye mondjuk a reggeli ébredésnél az már egy jelentős különbség, tehát ezért van az, hogy ha mondjuk ilyen negyed órákra beosztjuk, és minden nap negyed órával korábban kelünk, akkor az egy kicsit, hogy mondjam, egy gyengédebb átállás, mint az, hogy hirtelen ugye vasárnap ugye nem is kell, esetleg valaki nem megy dolgozni, vagy nincs iskola, tehát nem kell időben kelni, megaludhatja az ember azt az egy plusz órát, viszont hétfőn már ugye az egy kicsit sokszerű, hogy akkor ott viszont már tényleg egy órával korábban kell ébredni. Mivel a belső biológiai óránk a napjárásához igazodik, az óraátállítást követően megszűnik az emberek belső és külső órájának összhangja. Felborul a bioritmus, ennek köszönhetően pedig az alvás és az ébrenlét ritmusa is. Ez leginkább a melatonin nevű hormon miatt van, amely az alvási ciklust irányítja. A gyerekek átállása még nehezebb, ezért érdemes az átállást követő reggelt a szabadban kezdeni, mert a természetes fény nagyban segíti az átállást.